Üdvözlök mindenkit, Scuderia vagyok, és egy Nézzünk Bele epizóddal jelentkezek ma a csatornán. Ez a Dungeons Rushers lesz, amivel éppen foglalkozni fogok. Egy nagyon jó kis ilyen Dungeons alapú RPG stratégia játék, ilyen körökre osztott megoldásba, és elég jó poénosra vett dolgokkal. Vágjunk is bele a bemutatóba. Játszottam már egy sandbox epizódot, ahogy az új koncepció szerint szoktam indítani ezt a dolgot, úgyhogy lesz miről beszélni, nagyon jó kis játék, mindenképp ígéretes. Elsőképpen ugye azt kell tudni róla, hogy 2016. szeptember 6-án jelent meg, és többnyire pozitív értékelést kapott a játék, eléggé népszerű a játékosok körében. 15 euró a Steam-es normál ára neki, és hát ilyen pixel grafikás, nagyon hangulatos kis labirintusos Dungeons játékról van szó. Majd a mikéntjéről úgyis közben beszélek. A játék elvileg magyarul nem tud kint a Steam leírás szerint, de amikor először beléptem, akkor meglepően tapasztaltam, hogy feljött egy ablak, amiben segítőket kerestek magyar fordítás folytatásához. Vannak benne még angol részek, de jó része le van fordítva magyarra a játéknak, így be is állítottam a magyar nyelvet. Meg is ragadom itt a lehetőséget, és megyünk is a beállítások menüben, és egy kicsit átfutjuk. Ugye a profilnál lehet fölvenni a saját karakteredet, lehet hozzá feloldott képeket választani, illetve a Steam-es kép választható benne. Aztán ahogy megyünk tovább, itt van ugye a barátlista, akiknek esetleg, na most sikerült megnyitnom valamit megint, melléklikkeltem volna. Amikor mindig visszamegy a főmenübe. Na itt van a barátlista, igen, lehet barátok ellen küzdeni, illetve népszerű várbörtönök ellen. Várbörtönöknek hívja ezeket a labirintusokat, amikbe küzdünk éppen. Jó, mehetünk tovább akkor a beállításokon. Ugye a készítőkről van némi leírás, illetve a beállításoknál lehet állítani a felbontást a játéknak. Teljes képernyős ablakos mód a nyelvnél, ugye a magyar itt van, itt keresték a Translate segítséget, hát erre nyugodtan lehet jelentkezni, hogyha valakinek megvan a játék és ilyen ambíciója van. Hogy a hangerőszabályzás van, a gamepad beállítás, én most billentyűvel játszom igazából, mivel körökre osztott stratégiáról van szó, szóval nem nagyon szükséges itt ilyenekkel operálni. Na hát itt okét nyomunk, error tír, mert nem lehet kilépni ezt képpel, és akkor ennyi, gyakorlatilag ennyi a beállítások, nincsen túlspilázva, teljesen elegendő, amit itt felajánl a játék. Itt középen mindig a legutóbbi frissítések fogadnak. Na várjál csak, a profilomból meg eltűnt az arcom, mindjárt visszateszem magamat így. Így, né, akkor legyen ez is rendben. Így van, ide visszakerültem. Na, itt erről a HUD-ról, amit láttok, itt van az elkezdett játékom, azt majd látni fogjátok a Sandbox epizódban, három karakterem van most jelenleg. Nem is tudom, ez az elhelyezés, ezt még nem is próbáltam. Ja, igen, itt a csatatéren lehet majd elhelyezni a játékosaimat, tehát itt meg lehet nézni, hogy hogyan helyezkedjenek el a játékosok. Na, tehát akkor ugye itt van az aranyam, itt vannak a tervrajzok, a jutalmak, amiket szereztem, és akkor itt van az üzlet, maga a kampány, az maga a játék. Ugye megkezdett játékot folytatni lehet, újat nem lehet kezdeni, ahogy látom, vagy valahogy egész másképpen lehet resetelni a játékot. A megkezdett játék folytatása van mindig alapértelmezetten beállítva. Az üzlet az pedig, ahol vásárolni lehet, ezeket a területeket pedig még nem oldottam föl. A műhely a kraftolós rész, meg kraftolni is lehet benne, ilyen cuccokat lehet gyűjtögetni, úgyhogy így lehet szépen haladni benne. De most be is lépünk a kampánymódba, akkor ugye ezen a mapen vagyunk. A játék kezdete itt kezdődött ezen a helyen, most mindjárt ezt végig is fogjuk tolni, hogy lássátok, hogy miről van szó. Itt igazából lehet látni, hogy az üzlet már fel van oldva, ahol a külső mapen tartózkodva lehet vásárolni ettől a boszorkánytól. Ez az én tárgylistám, itt lehet eladni is dolgokat, illetve itt nála mindig van valami, amit lehet vásárolni. Általában csak ennyi, tehát igazából ezt a négy dolgot lehet most venni, aztán hogyha kifogy, akkor csak a következő körben tudok majd vásárolni. A szerencsejáték részt nem próbáltam, ilyen random tervezőket lehet kapni, 40-ért, 60-ért, 120-ért és több darabot, úgyhogy ez is egy érdekes dolog lehet, mert egyszer kipróbálom, hogyha lesz hozzá a keretem. Itt lehet még a skint is állítani, az egyes karakterek
feloldott vagy feloldható skinjeit. Ugye ez vagyok én, a főszereplő, az Elian. Ővele kezdődött a játék, egy ilyen WC pucoló volt. Ugye a játék az eléggé poénra van építve, tehát nagyon poénosra vesz mindenféle eseményt a játékban. A kisrác WC pucoló volt, és úgy döntött, hogy abba hagyja, és kalandor lesz, és ilyen kazamatákba, meg ilyen egyéb veszélyes helyeken fog kalandozni, és pénzt gyűjteni, gazdagodni. Ő hozzá csatlakozott a első, második körben ez a Thorgrim nevű törp, aki már a csapat része. Majd az egyik ilyen dungeonben találkoztunk Poddal, aki egy ilyen, hát hogy is mondjam, ez a trubadur-szerű valami lény, de igazából ő ilyen paladin-szerűen ilyen AOE boostokat ad a csapatnak. De minden karakter, ezekkel még nem találkoztam, de ők vannak még, akiket itt látjátok, ők lesznek még karakterek. Azt hiszem egy időben 6-ot tudunk birtokolni, úgyhogy majd rotálnunk kell őket. Vagy hát el kell, hogy bocsássunk egyet, hogyha egy másik jobbat találunk és szeretnénk alkalmazni. És az ő kinézetüket tudjuk itt testre szabni, illetve a sajátunkat. Visszatérve akkor a fő képernyőre, bemegyünk az első nyitópályára. Ez jó lesz ilyen kis tutoriál jellegnek. Ó, hősies mód. A sima támadás szerintem a normál mód, ez pedig valami heroikus módja lehet, de én most azt hiszem a simával megyek. Ezen jól lehet szemléltetni a játékot. A játék egy ilyen adott táblás, most látjátok, ez is egy 6x, hányos ez, 10-es lehet, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6x10-es táblán játszódik. Azt hiszem mindig ekkora az alaptérkép, de ez lehet, hogy majd később nőni fog, mert ugye itt lehet zoomolgatni is, úgyhogy elképzelhető, hogy ez nőni fog. Ilyen kis korongokon, vagy ilyen kis négyzeteken haladva építjük fel a kis labirintusokat, és a labirintusokon belül pedig egy-egy lépéssel, mint például ha ide klikkelek, akkor történik valami, feloldódik egy újabb szegmense ága a labirintusnak, és ott lehet ellenség, lehet valamilyen jutalom, csapda, bármi, ami még nem találkoztam. Nézzük akkor a hudot itt oldalt, vannak olyan képességek, amik elsüthetők magába itt a labirintus mapen. A alul található a bónusz kihívás, ezt így, ha ráklikkelünk, akkor följön. Mindig 3 pontot határoz meg a játék egy-egy ilyen labirintusnál. Itt például a minden szörnyet pusztíts el, tehát hogyha mindent kipucoljuk az egész labirintust, akkor kapjuk meg ezt a sort. Max 3 képesség használata, ugye ezek a képességek, amik itt vannak. Illetve az összes történés megvizsgálása. Vannak ilyen szobák, ahol ilyen tekercsek, dolgok vannak, ezeket meg kell vizsgálni, és hogyha azokat is megszerezzük, akkor kapjuk meg a 3 bónuszt, és akkor összeáll ez a 3 kis gyémánt, és akkor plusz pénz, vagy plusz jutalmat kapunk a dolgokért. Jobb oldalon a fehér zászlóval lehet feladni, ami hát szerintem nem annyira fontos dolog. Itt pedig a karaktereink vannak, hát jelen esetben, hát nem is tudom, most 3-at látunk, de itt lehet, hogy majd lehet lapozni lefele. Nem tudom, nem tartom elképzelhetőnek. Lehet, hogy az összes karaktert össze tudjuk szedni, és mi döntjük el, hogy melyiket visszük az adott csatába. Ha jól tudom, 6-ot lehet bevinni egy csatába. Ezen a kis, nem, 5-öt lehet, úgy néz ki, hogy 5-öt. Itt lehet elhelyezni a karaktereket a csatatéren. Ugye arrafele harcolunk, tehát a Thorgrim, Elian, ők alkalmasak közelharcra. Elian íjász is, tehát ő távolsági harcos is, Thorgrim viszont csak közelharcra erős, illetve az első sor tudja AOE sebezni is. Pót pedig kimondottan csak távolsági harcos. Igazából ő is vagy segíti a frontvonalat valamilyen varázslattal, páncélnövelő vagy egyéb varázslattal, vagy pedig az ellenséget sebzi úgy globálisan, vagy személyre, szóval általában globálisan valamilyen negatív varázslattal. Tehát ő jó, hogy itt mögöttünk van mindenképpen. Igen, hát ez ennyi. És akkor 5-öt lehet kivinni, és szerintem itt akkor lehet jójózni majd a többiekkel. Na, ha egyik karakterre rákattintunk, akkor jön föl a karakterlap gyakorlatilag. Ugyanúgy, mint az átlagos RPG-kben fölvértezhetjük őket mindenféle dolgokkal. Sisak, páncél, csizmi, kard, itt van egy pajzs, ez egy gyűrű, egy öv és egy amulett. Ezeket tudjuk rájuk aggatni. Ugye mindegyiknek van egy ilyen HP csíkje, egy varázs csíkje, ez meg egy ilyen állóképesség csík, ami hát mindegyiket valami fogyasztja. Ugye a HP-t értelemszerűen a csapások és az egyéb sebzések, a manna használatot, ezt egyes képességek használata
fogyasztja, ezt pedig szintén egyes képesség használata fogyasztja a csapda, leszedése például a staminát okozza. Itt vagyok a szakértelemnél egyébként. A harci szakértelmek, ezek mannát fogyasztanak, mint ahogy látjátok is, ott az áránál ott van, hogy egy ilyen kis karika, az a középső vonal. Ez is szintén egyet fogyaszt, ez nem fogyaszt semmit, ez egy sima támadás. Viszont itt vannak a felfedező képességek, amikből nem sok van. Jelen esetben kettőt ismer Elian. Ez az útkereső és ez a szabotőr. A szabotőr leszereli a csapdákat a dungeonsba. Az egy jó dolog, mert hogyha belelépünk, és van stamina értékünk, vagy hát van ez a... nem tudom, én staminának hívom, de nem tudom, minek nevezi itt a játék, ez itt se írja ki nagyon, de hogyha ebből megvan annyi, hogy ötöt el tudunk pazarolni egy csapda leszedésére, akkor megúsztuk sebzés nélkül ezt a küldetést, tehát ez a lényege ennek. Illetve egy három elpazarlásával felfedezünk itt kint a karakter, itt kint minden irányba kettő egységet, és az tök jó dolog, hogyha mondjuk nem így random lépünk bele, és mondjuk itt egy csapda van. Tehát ez egy hasznos képesség, csak azért óvatosan kell vele bánni, mert ha elfogy, akkor viszont egy véletlen csapda gondokat okozhat. A tehetség az pedig maga a személyre szabott tudásfája a játékos karakternek. Ugye ő neki a kartforgatás, az íjászati, és illetve az elkerülés, erdőkerülőnek van írva, de szerintem ezek inkább ilyen képességfejlesztő, ezeket a képességeket boostolja, amik itt vannak, ez a zága a fájának. Való értelemszerűen itt is, hogyha felfejlesztjük a cuccot kettese, akkor oldódik fel a második ág, és akkor így és így tovább lehet fenne pakolgatni. Szintlépésenként kapunk kettő ilyen tehetségpontot, ahogy néztem, úgyhogy ezeket is így szépen föl lehet pakolni. Hát itt a második sorban ugye van neki egy ilyen páncélérték, ez a 17%. Hát ez nem tudom pontosan, ezekkel még úgy nem találkozom, ezeket itt szépen növelik így az egyes paraméterek, amiket így ráaggattam a karakterre. Még nem mindegyik 100%-osan világos, hogy mit jelent, mert így nem írja ki konkrétan a játék, de ezeket mind így boostolják a tárgyak, amiket magunkra veszünk, illetve az alap képzettségünk, szintünk. Jó, és akkor ugye itt lépkedhetünk a karaktereink között, itt van Thorgrim, akinek tök ugyanaz a karakterlapja, csak ugye mások az alapparaméterek, illetve más a tehetségfája is ő neki. Szakértelem is értelemszerűen más, mindegyik karakter mást képvisel, amiket így kapunk. Hát ez is a stratégia része, hogy összeszedjük a legjobb csapatot egy-egy küzdelemre. Majdan. Ezek meg talált tárgyak, ez a tárgylista, ez mindenhol közös, tehát itt, hogyha rajt vagyunk Thorgrim, és mondjuk szeretnénk neki adni egy manna italt, vagy egy ilyen healing lötyit, akkor itt jobb klikkel elsütve föltöltődik neki ez a csíkja. És még van még itt a Pod, aki most ő a legalacsonyabb szintű, ővele találkoztunk nem olyan régen, úgyhogy ő még lassabban fejlődő karakterünk. Jó, ez meg volt. Akkor nagyjából ez a HUD, amit itt láthattok, és akkor nézzünk meg egy ilyen mászkerálást itt a barlangrendszerbe. Így néz ki, amikor belefutunk egy csontvász harcos szörnybe, de 6-6-6 ellen lesz szerintem a játék, mert 6 egységgel tudunk összeakasztani a bajszunkat, úgyhogy szerintem nálunk is 6 lesz majd a max. Most amióta megvan Pod, azóta így kezdődik a csata, üres volt ez a rész, de Podnak van egy ilyen képessége, amivel már itt az elején altatódal tud énekelni a csapatnak, és 4 ilyen értékért, amiből neki 17 van, ezt eljátsza, ezt az altató cuccot, és akkor lehet, hogy egy körből kimarad a csontvászharcos, ez egy hasznos képesség, de most nem fogunk ezzel szórakozni, mert iszonyatosan erősek vagyunk a szinthez képest, és mivel itt a harci részen, hogyha körbenézünk, akkor ugye itt láthatjuk bal fölül az aktuális harcosunkat, aki a küzdelembe kezd. Nem ő kezd a küzdelembe, hanem akire rámegyünk, azt láthatjuk, sőt az ellenfelet is. Meg lehet nézni, sőt, hogyha jobb klikkelünk rá, akkor többet is megtudunk róla, hogy milyen a szakértelme, a részletes paraméterei, illetve a fontosabb paraméterei, meg az immunitását is láthatjuk.
ezeket így meg be lehet vizsgálni. A karakterünkre klikkelve az éppen aktuális, pedig itt jobb felül jelzi a piktogram. Itt föl vannak sorolva a karakterek, és ez a kis ikon jelzi, hogy éppen ki a lépés soros. Jelen esetben Elian, akinek három fajta lehetősége van, a mérgezett pengés támadásot ugye ott látjátok ára egy darab varázs képességgel jár, tehát az nem annyira játszik most, nem akarok pazarolni ilyesmit, illetve itt van még a pontos lövés szintén mannába is kerül, a döfés az pedig ingyenes, az nem kerül mannába, szóval lővele ezt fogjuk nyomatni, és hát itt van rögtön Torgrim, akinek itt van a mindenkit sebző forgócsapása, ami szintén mannába kerül. Ez egy erős kábítóütést okozó sebzés, aminek szintén nincs szükség, itt is a legolcsóbbat fogjuk használni. Lesújtunk rá így a kis szörnyre, aztán annyi is neki nagyjából. A győzelem a végén, vagy hát az elszámolási lap az ezután következik, ugye itt írja, hogy ki hogy állt, kaptuk az XP-ket, a zsákmány aranyban van általában kifejezve, illetve tárgyakat is kaphatunk ilyen kis kocka piktogrammal, ahogy a tárgylistánkban láttátok, jelen esetben nem volt talált tárgy, és mehetünk is tovább, és ugye ilyen kis tárgy ikonok jelennek meg ott is, hogyha valami jár a küldetését. Elvileg minden dungeonben van egy boss, ez pedig egy esemény, ezek az események is előfordulnak, olyan 2-3 szokott lenni egy ilyen labirintusban, ahogy láttam. Ezeket minden meg kell vizsgálni, ezek lehetnek negatív, pozitív hatások, ez például egy negatív hatás volt, ez ráterhelődött a karaktereinkre, úgyhogy itt látszik. Minusz 10% mágikus ellenállást kaptunk 3 körig, tehát igazából ez 3 körig elszenvedi az összes karakterünk, látjátok. Ez rajta maradt mindenkin. Lehet haladni úgy is, hogy egérrel ide klikkelünk, a már felfedezett területeken simán lehet mozogni mindenféle dolog nélkül. Még megmutatom nektek ezt a felfedezéses dolgot. 3 ilyen egységbe kerül, van neki 9, úgyhogy elhasználjuk 2 helyet, akkor felfedezünk. Látjátok, és akkor így nem megyünk lesre, hogyha a támadni akarunk. Itt bizonyosan ellenfél lesz ez az ikon, ez azt jelzi, hogy ellenfelek leledzenek. Ott egy csontváz harcos egyes szintű, szintén nem fog túl sok bajt keverni nekünk, főleg úgy, hogy ő lép utoljára, úgyhogy igazából macsa se lesz szegénynek. Hát, ezt is megcsapjuk ezzel, illetve egy pörölcsapással. Marad neki még egy pici cucc, és akkor itt legalább megnézzük Podot is. Podnak ugye ott van a fülsértő dallamok, amely 6 egységet sebez, ez egy mágikus sebzést jelzi az a csigavonal. Ez egy mágikus fajta sebzés, mert ugye külön van immunitás erre, meg a fizikai sebzésre. Itt is van kritikál támadás, tehát kritikus támadás, azt lehet majd boostolni a tehetségfán. És a manna égetés, manna égés minusz 1, annyit fogyaszt el ez a képesség. Tehát elvileg, ha rajta vagyunk, tehát látjátok, ha rajta vagyunk ezen a paraméteren, akkor a sebzést is mutatja elvileg a karakteren, de ő neki lehet, hogy mágikus immunitása van, mert éppen nem igen látszik a sebzése. De lehet, hogy ez megölné, na mindegy. Ez a védelmező dallamok, ez mi nekünk jó, plusz 14% erősített páncélt ad 4 körön keresztül, ami hasznos lehet. A némaság himnusza, amit tud még ez a Pod nevű karakter, az mit okoz? Némaságot okoz az összes ellenségnek és sebzi őket. Nem tudom pontosan a némaság mit jelent, de itt ki kell tapasztalni. Hát lehet, hogy kibarad 2 körig, az mondjuk elég durva lenne. Na mindegy, ezt a fülsértő dallamot rájátszuk a kis aljasra, aztán lehet, hogy vége is lesz neki. 6-ot sebzett, így vége is lett neki. Mindenki megkapta a kis XP-jét, a zsákmányt, illetve itt sincs tárgy. Valószínűleg azért, mert ezt már kimaxoltam ezt a pályát, azért nem ad be tárgyakat ezen a részen. Általában mindenhol van egy ilyen főbb gonosz. Itt látja, és még 2 körig rajtunk van ez a negatív varázslat. Részeg, minusz 5 sebzés, elég jól kapjuk a negatív busztokat. Jó, ezeket a dolgokat, de hát mindegy, itt elég erősek vagyunk. Valószínűleg azért, mert túl erősen jöttünk ide. Na itt a főgonosz, minden pályán van egy ilyen főgonosz. Itt az egyes szintű csontvázmester, ami nem fog nagy bajt okozni nekünk vélhetőleg, mert azért elég erősek vagyunk. Podnak rögtön be is nyomott egy sebzést. Most itt azt kell tudni, hogy ugye
ez viszonylag messze van, meg előtte van egy egység, tehát ezt a távolsági harccal tudjuk legyakni. Sajnos például ő nem tudja támadni, úgyhogy ő csak ezt a közeli csontvász cuccot fogja támadni. Valószínűleg, hogy most már eltüntette, így már lehet, hogy el tudjuk érni a el tudnánk érni Torgrimmel is a távolabbi harcosokat, mert eltűnt az a frontvonal. Itt is megkaptuk a zsákmányt, ugye magasabb szintű volt, illetve nem volt magasabb szintű, csak ketten voltak, ezért két arany jár. Általában az egyes szintűekért egy-egy arany jár karakterenként, zsákmányként. A magasabb szintűekért pedig a kettesért kettő, azt azon felül még nem igen voltam. De valószínűleg így megy följebb, ahogy haladunk előre az időbe. És minden pálya végén van egy kincses láda, amit ki lehet nyitni. Megszerzem a kincset. A kincses láda már nyitva van egyébként, de mivel ezt már megoldottam, de itt jönnének ilyen, mit tudom én, 25 arany, meg kapunk még melléje mindenféle jóságot, ilyen kis tárgylapokat, amiket tudunk használni kraftoláshoz majdan, vagy pedig fegyvert, ilyesmit, amit fel tudunk használni a karakterlapokon. Ennél a bónusz kívást megoldottam, mind a három kis gyémánt bekerült ebbe a kis ikonba, úgyhogy ez egy elég jól sikerült pálya volt annak idején, meg most is. És akkor így lehet haladgatni szépen ezeken a várbörtönökön keresztül. Most itt Filc a következő, Old Filc a következő állomás, ahova el lehet menni. Az üzletbe pedig minden egyes ilyen harc után be lehet térni, akkor felújul ez a készlete a boszorkánynak, és akkor itt lehet vásárolni. Most nem sok mindent tudunk venni, de például eladni el tudunk, tehát mondjuk, hogy ezt 15-ért eladom, meg is próbáljuk, ezt eladjuk. Koponya ez alapanyag, kraftoláshoz. A WC-kefe emlék a múltból, ez is valami alapanyag. Csont ez eléggé mágikus csont, ja, azt nem adjuk el. A sima csont 3-at ér, egyébként 40-et nem hiszem, hogy össze tudok szedni, úgyhogy megette a fene. Ja, nincsenek nagyon értékes dolgaim. Ez van még 15, ez pont 40. Ha eladhatnánk a mágikus csontot, akkor tudok szerezni egy kardot valakinek. Mert ezt mindig meg szoktam venni, mert ez fogyóeszköz a gyógyital egyébként. De ez a kard, ez nem lenne hülyeség egyébként. Na mindegy, most nem adom azt el. Na, nagyjából akkor ennyi lenne így a játékról, amit úgy érdemes tudni. Egy nagyon jó kis RPG, körökre osztott RPG stratégia játék, így a kis labirintusokba. Én nagyon élveztem vele játszani. A következő részben, majd egy sandboxban, közel egy órán keresztül toltam ezt az állást, és akkor azt végig tudjátok majd nézni, hogy hogyan jutottam el odáig. Nagyon izgalmas a játék, és nagyon nehezen hagytam abban, mert nagyon élvezetes volt. Ha tetszik ez a játék nektek, most vagy a következő epizódnál is bátran biztattak benneteket, hogy kommenteljétek, lájkoljátok, ha tetszik, ha sok lájk érkezik, akkor mindenképpen még folytatni fogom a sandbox epizód után is. Én nekem nagyon tetszik, elnyerte a tetszésemet a játék, ezt is fejlesztőktől kaptam egyébként, és mindjárt mondom a hardware igényét is, hogy arról is legyen essék pár szó. Windows Vista kell neki minimum, 1,3 GHz-es processzorra van szüksége, mindösszesen 1 GB RAM az igénye, egy GT 440-es vagy AMD vonal, egy HD 5550-es elegendő neki, 512 MB VRAM-mal, megelégszik a DirectX 9-es verzióval, és mindösszesen 1 GB szabad hely szükségeltetik neki, tehát nem egy nagy hardware igényű a játék, mindenképpen jó szívvel ajánlom, akik szeretik ezt a fajta kikapcsolódást. Én megköszönöm a figyelmeteket, és arra biztatlak titeket, hogy gyertek és nézzetek nálam újabb játékokról videókat, meg a régi sorozatokról is természetesen. Hamarosan érkezek újabb anyagokkal, úgyhogy a közeli viszontlátásig. Sziasztok!